A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, a Fiatal Utazók Klubja és a Hódi Sport Egyesület 33. alkalommal rendezte meg a szilveszteri futást a Tatai Öregtó partján. A rajtot december 31-én 11 órakor Mihly József tataváros polgármestere indította el. Bizonyára a jó időnek is köszönhető, hogy több mint 400-an neveztek a szilveszteri futásra. Mindenkinek egy tókört, azaz 7 kilométert kellett teljesítenie. A legutolsó számok szerint 419-en regisztráltak. Úgy tűnik, hogy Morról, megyéből, Pestről, nagyon sok helyről érkeztek futók. Visszajöttek nagyon sokan olyanok, akik a minimaratonon futottak idén. Tehát akkor vannak profik? Igen, elég sok profi van, de ők is ezt próbálják ilyen lezáró futásnak, illetve ilyen együttfutásnak felfogni. Ahogy a tófutás az országban először szervezett keretek között tömegsportként első sorban innen indult Tatáról, ugyanezt mondhatom a szilveszteri futásról is, és a sprint futókör nagy érdemei nem lehet elvitatni, hiszen ők találták ki Varga Pistával az élen. Aztán természetesen jöttek az úgynevezett önkéntesek, akik segítették ezeket a futásokat, és így aztán a Megyei Szabadidősportszövetség, Megyei Természetbarát Szövetség, akik az egyéb túrákon és rendezvényeken is segítettek, és így nőtte ki magát. Régen a volt Kisztábornál Fákja utcából indult ez a szilveszteri futás, az is emlékezetes volt, de azt hiszem, hogy most vagyunk a legbirtóbb helyen. A 2013-as szilveszteri futás abszolút férfi győztese Nagy Gábor a Hódi Sport Egyesülettől. Azt mondják a szervezők, azt revesgetik, hogy ezen a szilveszteri futáson még nem sikerült első helyet elérned. Így van, ez volt az első. Úgyhogy nagyon készültem, mert a csuló futást az sikerült egyszer megnyernem. Úgyhogy gőzerővel készültem a szilveszteri futásra, és úgy elég jól összejött. Jó formában vagyok, úgyhogy elégedett vagyok magammal. A női győztes pedig a 20 esztendős Varga Dorottya lett, az Eötvös József Gimnázium egykori tanulója. Eddig mindig sikerült dobogósnak lennem, tavaly is megnyertem, azt hiszem tavaly előtt második lettem, szóval mindig így dobogó körül voltam. Az idei szilveszteri futáson is az abszolút első három női és férfi győztest jutalmazták. Minden rajtszámmal rendelkező pedig részt vett ajándéksorsoláson, a három legötletesebb jelmezben futók pedig külön díjat kaptak.